Üdvözöllek! Örülök, hogy részt veszel ebben az egyszerű és nagyon hatásos gyógyító meditációban. Jelenléted bizonyítja, hogy készen állsz a gyógyulásra. A gyógyuláshoz nyitottságra van szükséged és befogadásra. Hajlandónak kell lenned meghaladni az eddigi gondolkodásmódodat. Ez egyszerű lesz, mert vezetni foglak. Abban segítek, hogy előhívd magadból a legjobbat, a legtisztábbat, az Istenit. És abban, hogy elképzelj olyan helyzeteket, amelyek gyógyítanak és felemelnek. Ebben a meditációban elsősorban meggyógyítjuk az emberi kapcsolatainkat, hiszen kapcsolataink a tudatalattink tükörképe. Ha neheztelünk vagy haragszunk valakire, megbetegítjük a testünket. Ha megbocsátunk, gyógyulunk. Másodszorban önmagunkra koncentrálunk, azokra a lehetőségekre, amelyek bennünk rejlenek, és kibontakozni szeretnének. Hiszen az elfojtott vágyak megbetegítenek, a vágyaink kibontakozása pedig erőt adnak. Tehát, ha készen állsz, hunyd le a szemed, és élvezd az utazást. Lazítsd el a tested néhány lélegzetvétellel. Vegyél egy nagy mély levegőt, tartsd bent, és erőteljesen fújd ki. Vegyél egy újabb mély levegőt a hasadba és a mellkasodba, tartsd bent, és erőteljesen fújd ki. Vegyél egy újabb mély levegőt a hasadba és a mellkasodba, tartsd bent, és erőteljesen fújd ki. Most térj vissza a természetes légzésedhez. Figyeld a lélegzetet pár másodpercig. Csak a légzésre figyelj. Most kérlek, válaszolj a következő kérdésre. Miért vagyok itt? Valószínű, azt válaszoltad, azért, hogy gyógyuljak. De a válaszok mögött érzed, hogy változtatnod kell az eddigi gondolkodásmódodon. A gyógyulás valami újat igényel. Alázatosságot. Egy új nézőpontot, átalakulást, ezzel újjászületést. Ha őszinte vagy magadhoz, tudod, hogy félre kell tenned az egódat, a sértettséget. Félre kell tenned azt a gondolatot, hogy neked kell legyen igazad, és hogy nem vagy hajlandó megbocsátani annak, aki megbántott. Mindenki képes a megbocsátásra, a tisztánlátásra, a benne lakozó isteni minőség felébresztésére. Ismételd utánam a következőt. Hajlandó vagyok elszakadni a régi gondolkodásmódomtól, hogy egy új szemléletmóddal színezzem ki az életem. Vagyis hajlandó vagyok félretenni a sértettséget, és azt, hogy mindenképp nekem kell legyen igazam. Hajlandó vagyok meghaladni eddigi gondolataimat, és a legfelsőbb jó szerint cselekedni. Hajlandó vagyok átalakulni. Most válasz ki három olyan személyt az életedből, akivel nem jó a kapcsolatod. Lehet, hogy csalódtál bennük, megbántottak, hazudtak neked.
ki magadban az első személy nevét. Képzeld el, amint ott áll előtted, és elmondja neked, mi a legnagyobb vágya az életben. Az is lehet, hogy már tudod, mi a válasz, mert beszélt neked ezekről. De lehet, hogy nem. Bárhogy is legyen, képzeld el, hogy végtelen képességgel vagy felruházva, és mindaz, amit mond neked, meg tudod neki teremteni egy pillanat alatt. Mivel félretetted az egódat és a sértettséget, nem az a természeted áll az illető előtt, aki eddig létezett, hanem egy olyan minőség, amely fenséges, és csak az Istenit ismeri. Képzeld el, amint az a személy, akit kiválasztottál, megkapja tőled mindazt, amire vágyik. Látod, ahogy az örömkönnyei folynak végig az arcán. Látod a tekintetében az őszinteséget és a hálálkodást. Olyan boldog és örömteli lett, mint egy gyermek, aki megkapta áhított ajándékát. Végtelen szeretetet érez irántad, és köszöni, amit értetettél. Most megjelenik előtted a második személy. Megkérdezed, mi a legnagyobb kívánsága. Elmondja, mit szeretne. És te egy pillanat alatt megadod neki azt. Öröm és végtelen nyugalom tölti el. Most már vége a harcnak és a küszködésnek. Nagy mosolyjal az arcán hálálkodik. A szemedbe néz, és köszönetet mond. Most megjelenik előtted a harmadik személy. Elmondja a legnagyobb vágyait. Ezeket a vágyakat te hamar és könnyedén teljesíted. Végtelen hála és boldogság tölti el. A gyógyulás a neheztelés, a harag és az ítélkezés feloldásáról szól. Fel kell ismerned, hogy jobb vagy annál, mint amit az elméd elhitett veled. Jelen kell lenned, és meg kell kérdezned magadtól. Abba az irányba haladok, amely gyógyít, vagy abba, amely megbetegít. Azzal, hogy elképzeled mások boldogságát, önmagadat gyógyítod. Hiszen ilyenkor előtérbe helyezed isteni természetet. Ez az erő pedig mindennél szebb, és mindennél hatalmasabb. Mivel másnak jót tettél, és túllépted régi gondolataidat, megjelenik előtted egy csin, és megkérdezi tőled, hogy most te mire vágysz. Mondd el neki a kívánságaidat. Legyél konkrét. Lehetsz részletes.
írt körbe. Érezd, ahogy energiát ad mindaz, amiről beszélsz. Ezek a gondolatok minden szinten gyógyítanak. Most a dzsin azt kérdezi tőled, mi lehetne még ennél is szebb? Engedd, hogy maguktól érkezzenek a válaszok. Hajd, hogy a kreativitásod kibontakozzon. Engedd szabadjára a képzeletet és az érzelmeidet, és élvezd az utazást. Thank you.
A dzsinn meghallgatta kívánságaidat, és egy pillanat alatt teljesíti ezeket. Milyen érzés, hogy teljesültek a vágyaid? Maradj az öröm és az elégedettség állapotában. Hálálkodj és köszönd meg ezt a nagy ajándékot. Hogyan fejezed ki az örömödet? Tánccal? Nevetéssel? Alkotással? Utazással? Mit teszel most, hogy már teljesültek a vágyaid? És ez az energia gyógyít téged. Most érezd, amint bizseregni kezd a tested. A bizsergés az újjászületés jelképe. A testedet felépítő atomok új energiában rezegnek. Bizseregnek a lábujjaid, a talpad, a lábfejed, a bokád, az alsó lábszárad, bizsereg a térded, a combot, a medencét, a csípőt, a derekat, a hasat, bizsereg a gerincet, a hátat, a mellkasot, a vállat, és nyakat. Bizsereg a karót, a könyököt, a tenyeret, az ujjait, a kézfejet. Bizsereg az ajkat, az orrot, a szemet, a homlokot, az arcot, a fejet. A tested teljes egésze a gyógyító energiában rezeg. Most a testedet körbeveszi egy fényesen ragyogó gömb, amely melegséget áraszt, és biztosítja a gyógyulásod. Élvezd ezt az energiát. Mosolyogj, és ismételd magadban. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.
Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.
Most lassan mozdítsd meg az ujjait, lábujjait, a test részeit. Mosolyogj, és amint készen állsz, nyisd ki a szemed.